Terézváros bővelkedik szórakozó helyekben, különböző stílusokban, különböző embereknek szólóan. Azt gondolom, ezt mindenki tudja. Van egy Helvécia klubunk is, amelyet Varga Gábor Vilmos vezet most már 3 éve, és több alkalommal találkoztunk már itt a stúdióban, szeretettel köszöntelek, és vendéget is hozott magával, most éppen Gábor, Horváth Gyöngyi, sanzonénekes előadó művész személyében, nem véletlen, hiszen sok olyan program van, amelynek Gyöngyi is a vendége. De kezdjük Gábor a klubokkal. Volt, amikor azt mondtad, hogy nosztalgia klub, volt, amikor azt mondtad, hogy mit tudom én, nem tudom, tehát többféle elnevezést adtál a klubnak, de végül is maradt a Helvécia egy törzshelynek, amelyben mi szerint állítod össze a programokat? Tulajdonképpen visszamennék a gyökerekhez. Legelőször 10 évvel ezelőtt beszéltünk erről, akkor még élt egy Dani István nevű operett-énekes barátunk, akivel együtt megalakítottuk a Terézvárosi Nosztalgia Egyesületet. Pista bácsi meghalt, megmaradt az egyesületből az a pár aktív és ezt a műfajt szerető énekes, amatőr énekes, félprofi, profi énekes, és tovább vittük ezt a vonalat, mert azt mondtuk, hogy ez a város rész Budapestnek egy meghatározó olyan helye, ahol hatalmas nagy a merítési lehetőség a polgáriasodás időszakába, annak a zenei kultúrájából. És mint ahogy a hajunk színéből is látni, mi azon korosztályhoz tartozunk, akik még az operett világában, a régi magyar zene világában, sanzon világában, jazz világában, és talán sorolhatnám tovább, megtalálja azt a csemegét, amely csemegét behozva egy-egy műsoros estre örömmel tudunk szolgálni saját korosztályunknak is, meg terézvárosiaknak, és másoknak is természetesen, akik ide ellátogatnak. Tegnap például majd erre kitérek, Amerikában is itt volt amerikai két magyar hölgy, és ez a 10 éves intervallum és az változásoknak a kényszere, úgy gazdasági, mint más egyéb vonatkozásban, mindig egyfajta korrekciót kényszerített ki, de ez pozitív irányba hatott, úgyhogy most a múltkor zenepódium beemelésével egy kiszélesedett körben dolgozunk, és a Helvécia pedig úgy jön képbe, hogy eredetileg egyébben egyszer-kétszer, ha jó esetben 3-szor itt lehetünk az 5-ös 10-ben, ahol meghívnak, és egy-egy komolyabb műsort tudunk adni műfajoknak a sokszínűségében, de van egy bázis helyünk, ahol a Helvécia, ez egy klubsöröző, legendás hely. El kell, hogy mondjam, valamikor a Puskás öcsőnek is volt kocsmája, több szárnya igen van, technikai kiállítás képét is mutatja, hiszen végigvonul a technikai fejlődésben a karzaton egy ilyen kiállított termékek sora, és a másik tartalom... De mit mutat be a kiállítás, bocsáss meg? A hangrádák, hangszórók, tehát rádió, zenei hanghordozóknak. A Puskás öcsi után még lehetett volna a fotball relikviában is kiállítás. Köszönöm ezt a beszúrást, mert éppen akartam mondani, hogy ott van a híres, legendás 6-3-as, híres magyar csapatnak a képei, korabeli fotók, tacepaókin a földön, tehát a falon, földön, minden szinte már, és ami ezen a habba tortán a zene. Az élőzene varázsa az elvitathatatlan, és ez a hely arról szól, hogy élőben énekelnek az előadó művészek. Én nem tudom, Gyöngyi, hogy te életedben hány helyszínen és hány alkalommal énekeltél, de biztos vagyok benne, hogy soha életedben nem tátogtál. Nem tátogtam, mint ahogy te sem. Nem divat nálunk. Mi megtanultuk a művészetet. Amikor elmész fellépni, én legalábbis úgy ismertelek meg téged, hogy annak idején te remekül énekeltél Piafot, mint hogy a mai napig is remekül énekel. Te is, drágám. Hát köszönöm szépen, most kölcsönösen udvaroltunk egyet egymásnak, de most ez rólad szól. Szóval, ettől függetlenül nagyon sok műfajban vagy otthon. Mi az, ami igazán a tiéd, ami a kedvenced? Mind. Mind. Hát amit akkor csinálok, hát te is vagy egy valami, amit akkor csinálsz, az a tiéd. Oké. Gábor, amikor Györgyiben gondolkodsz például, mint előadó művészben, most is ugye lesz egy Serestől Szenesig című műsor,
akkor miben gondolkodsz benne? Tehát ő az az előadó művész, aki gyakorlatilag mindent el tud énekelni. Még mielőtt be lett kapcsolva a rendszer, akkor éppen említettem volt, hogy Gyöngyi mindig más és más. Azon kívül, hogy ő a Horváth Gyöngyi, ő aki nem nagyképű, aki tényleg nem plébekkel, van egy zenei alap, vagy nyersen megy, vagy a kapellában énekel, mindig rátesz egy olyan formációt, egy olyan mozdulatot, egy olyan indulathullámot, amitől egészen más, abban a pillanatban az arca. Azonosul Edith Piaffal, de Cserháti Zsuzsával, de lehetne sorolni, tényleg. Tényleg igaz, amit mondott az előbb. Emiatt is tartjuk őt különleges személyiségnek, és nagyon nagy tiszteletbe tartjuk, mert mindig eljön hozzánk, és nem a pénz motiválja, mert mi aztán a pénz a padláson örüljünk, hogyha kifizetjük a szállítást, meg egyéb apróságot. Úgyhogy tényleg ezt tudom csak mondani, amit ő mondott, hogy ő maga, és amit aznap felvállal, vagy az a hangulat, amely millióban aznap a lelkiségét megérinti valami, az inspirálja, hogy most Cserhátit énekel, Edith Piafot énekel. De ha már itt tartok, még hagyd mindjárt is, bocsáss meg, Gyöngyi, egy helyetet mondom. Nekem valamikor régen, 15 éve kezembe került egy kis audio kazetta, Párizstól New Yorkig slágerek. És Horváth Gyöngyi, és az Almási téren volt egy hangstúdió, ott a Gyurinnál összefutottunk. Jött be Gyöngyi, teljesen robbant a energiától, oda dobta magát a zongorához, kiadta a ukászokat, és mondom, ez a hölgye nekem meg kell ismerkednem. Hallottam, meg ismertem őt régebben, de úgy közelről nem. És innen is az ismeretség. És tényleg azon az audiokazettán, ami megjelent CD-be, és az ezer arcú Horváth Gyöngyi szerepel. Az ezer arcodból nem véletlenül mondják, hogy ezer arcú, mert mindig azt használod, amire szükség van. Érdekes volt, ahogy mondta Gábor, hogy átlényegülsz azzá, akit énekelsz. Te egy különleges eset vagy ilyen szempontból, mert például én, ha Edith Piafot éneklek, én soha nem utánzom, tehát én a saját magam hangján, a saját magam belső indítatásából éneklem. Te viszont most nem rossz indulattal mondom, de tökéletesen azt a karaktert hozod és utánzod, nem úgy, mint egy paródista, mert a paródista is tud hanggal utánozni, de te viszont teljesen átveszed annak a hangját, a stílusát, a mozdulatait. Pedig el se hiszed, drágám, elnézést, odavágok, hogy sokkal mélyebben éneklem, mint ő, mert nekem az a hang nem, amit ő énekel, az már egy operett világi hang, nem, majd ott fönn, és mégis ugyanaz, na, ez a lényeg. Na most én a beszédhangon énekelek, azt mondja, hogy no, Dorian, Zsönör, hát a beszédhangom. Tehát akkor nem volt, ez a hangom. Oké, akkor most beszélgessünk egy kicsit Cserhátiról. Hát a Cserhátit nem lehet utánozni, csak elő lehet adni a gyönyörű dalait. Én ott nem utánzom, hanem meghatóan eljátszom. De mégis Cserhátiról szól? Hát nem tudom, az inkább ő neki kéne megmondani, meg a közönségnek. Megint ugyanaz, oda térek vissza, hogy nagyon érdekes, hogy az előző példára, hogy Edith Piaf hiteles magyar másolata, vagy előadása, hogy véleményem szerint ma Magyarországon, vagy egyáltalán Európában Edith Piafot énekelni nagyon nagy merészség. Iszonyatosan nagy feladat, és hogy akár azt mondom, hogy egy az egybe ő szólal meg, akkor is fantasztikus, akár úgy, hogy most mondja Gyöngyike, hogy más tónusban énekli, ugye hát alt hangja van, mint hogy neked is alt, hogy gyönyörű bugó alt hangod van, szerintem kevés ember Karádi a országban. Karádi is mélyebben, mégis ugyanaz is, azt is szinte, őnek is magasabb. Mindig minden esetben sajátos, mindig, de önmagán belül is változik. Nem, ez egy nagyon érdekes, erre születni kell, figyelj, Léla. Ne haragudj, ezt nem. Én ezt nem tanulom, odahaza engem imádnak a lakók, mert én ott nem próbálok, érted, és én először, amit a színpadra viszem, az nincs, hanem én a színpadon, amikor enyém a dal,
de nem úgy, hogy én mint egy hülye próbálok, és a szomszéd mondja, hogy hallgassak már, mert skálázok, meg mint kisfondi, hogy még a taxiba is skálázott, aztán megörültek a taxisok, én nem. Engem szeretnek, mindenhol, mert én nem. Én odahaza magamévá teszem, hallgatom, ami meg nem szól. Nem gyakorolom ki, nem utánzom, csak megtanulom a szöveget, uh-huh. hogy tudjam, mint vers formájában előző és utána, ugye klasszul a dalom, de a szemamozgás semmit én nem gyakorolok ki. Minden ott van spontán. Pont erre születni kell. Nem lehet már, de nem lehet. Ezért nem szeretem a színház rendezőket, megmondtam nekik, ne rendezzen senki, én rendezem magamat. Ugye? Érted, szóval nem tettek róla, hát ennek születtem, egy magányos, farkas, egyedüli, ahogy vittem is az utamat, Villa, hiszen te ismersz a legjobban. Én tényleg vittem az utamat egyedül így, egy sinen. És még mond, Misti, hát most én, is ott nézz oda, egy világ bezárult. Az éjszakai lokálvilágba zárult, hogy meghalt a Mózes Marika, meg mit tudom, jön a Piaf. Viszont kiemelt engem, akkor lelkileg, ugye, mert hát nagy feladat volt, és nagyon gyönyörű, hogy 51 évig én az éjszakában tudtam lenni. Fantasztikus. Hálás vagyok nekik, a Jóisten őket áldja, meg Paulis Bélával együtt, Mózes Marikát. De ő pedig kiemelt ebből, hogy én most beesek egy depresszió, vagy bármi, mert előtte is mindig jártam, amikor a fiapam még voltam, mert ugye, évek óta boldogan megyek, ahova hívott. Már kezdjük a Teleki téren. Az első, első találkozásunk ott volt. És aztán mindig, hogy mondjuk, itt van kedved, megyek, persze. Kiderült, nem is hittem volna, és nagyon köszönöm neked, hogy ez emel ki abból, hogy felemelkedjek, hogy ne essek depresszióba, hogy vége van egy nagy világnak számomra. Egyébként ez egy érdekes dolog volt, amit mondtál, hogy vége volt egy nagy világnak, hiszen Magyarország és Budapest kiemelkedő volt arról az éjszakai élet viteléről, arról az éjszakai élet kultúráról, a revű világáról, amely sajnos ma már nem ismert. Hány éjjel énekelt el az éjszak, igen. Hát persze. Így van, hát csodálatos éveket töltöttünk ott, úgyhogy azt gondolom, és a PF egyértelműen köthető volt, ugye, Horváth Gyöngyihez, és úristen, őrület. Visszatérünk a Helvéciához. No, a megmentő már, Helvéciához. A megmentő Helvéciához. Egy-egy ilyen rendezvényre hány ember tud eljönni? Hányan tudnak beférni? Hogy néz ki egy klubest? Hát, nagyon jó kérdés. Mi nagyon hálásak vagyunk a Kultúrkocsma tulajdonosainak, Táncos Tibornak, Gyurinak, és mindenkinek, aki ott van, mert abszolút befogadóak, de kinőttük már. Kinőttük már. De ezért mentek időnként az ötvös tízbe? Ötvös tízbe, amikor hívnak, de hát egyébként egyszer, kétszer, háromszor hívnak. Jó lenne, ha többször megmutathatnánk magunkat. Jó lenne, hogyha az ezelőtt, 8 évvel ezelőtti gyakorlatnak megfelelően, ahol is a Terézvárosi napokon ott voltunk a pódiumon, jó Pista bácsi élt, és hát az a megtiszteltetés ért engem is, hogy szervezhettem, abszolút nem szólt bele. Hát azon túlmenni, hogy konferálok, cipelem a orgonát a hónom alatt, meg csináljuk az ingyen műsorokat, az a szabadságom megvolt, hogy azt hívhattam még, akit akartam. És úgy fejlődgettünk előre. Most már el lehet mondani, talán Gyönyike, aki elég kritikus, el tudja mondani, hogy szeretnek oda jönni hozzánk nagyon. Amikor készülsz egy műsorra, mint műsorvezető, konferencié, most inkább azt mondanám, hogy nem, tehát nem szervezőt, direkt nem azt mondom, ezt úgy is tudjuk, hanem mint konferencié. Hogyan készülsz föl? Hogyan tekinted meg a közönséget? Miket húzol elő a repertoárban? Én is hangulatember vagyok, és a megérintés és az napi, vagy az heti, mert hetente van, tehát nekem ma már kell tudnom, hogy jövő vasárnap kiket hívunk meg. Van egy elég nagy merítési lehetőségünk, vidéki énekesektől kezdve, Győrből ide jöttek hozzánk. Akkor hadd mondjam gyorsan el, hogy még a BBC-től Angliából Gyöngyike miatt, vagy 6-szor jöttek ide az egyetemista az angol televízió megbízásából, és csinálta a filmet a Gyöngyikevel. Még nem kaptuk meg azt a kópiát, illetve lemezt. Meg fogjuk kapni. Lesz, akkor majd tehát hatalmas a merítési lehetőségem, és mindig hangulatot próbálunk váltani.
a meleghez viszonyítva, a hideghez. Itt el kell mondjam, hogy tavaly volt. Napi az... politika van benne? Nem, nincs politikát, kihagyjuk. Csak a kultúrpolitika. Azzal politizálunk, hogy azt mondjuk, hogy jó, ez a globális világ, de azért mi maradjunk lokálisan, terézvárosiak, maradjunk magyarok, ettől vagyunk színesebbek. De ha itt a szónálom, gyorsan elmondom, 99-ben ilyen isteni csoda által polgármesterem helyett én voltam kint Hongkongba, meg Pekingbe, a Tóth Oladel gyermekkórussal, és ez egy világtalálkozó volt. És fantasztikus volt, hogy a két hetes program után egy módszertani 8 nap Hongkongba, aztán 7 nap Pekingbe, a Császárvárosba, az új operaházba, 98% készültségben volt, hogy amikor Tianjinben záró est volt, és ott 76 országnak a énekesei, hatalmas nagy fesztivál volt, és amikor mi magyarok a Gede Évával és a lányokkal bevonultunk, 3,5 órán keresztül magyarokkal foglalkoztak a zsűribe, illetve a fogadókkal. Összeálltak a kínaiak, hogy túlra teszik a cigány Kodály módszer. Úristen. Tehát ez egy akkora kisugárzás volt, hogy amikor volt, aki gúnyolódott, hogy utána beüljek a kínpadra, forrott a másikhoz, hogy a polgármester mandarinja hogy jutott ki Pekingbe, Kínába. Nagyon megdolgoztunk érte. Azt mondtam, hogy jó volt ott magyarnak lenni, és felvállaljuk, hogy ott lehettünk. És ez így van kicsibe is Európában. Tehát ez a pici, hogy egészen molekulárisan menjünk le Helvéciára. Ide van iniciálva minden, ami Terézvárosnak a 100 éves múltjában benne van. Tehát az operettje. Az, hogy ez a város a színházi világának a 60%-át tartotta be magában. Hogy vannak olyan értékeink, úgyis lokálisan, mint Terézváros, amit büszkén ki kell emelni, amit mindig be kell emelni, és igen, ide kell hozni a 8. kerületből, Józsefvárosban, most már így mondjuk, Józsefvárosban, mert megint patinással válik, hogy ezek mind értékek, amit fel lehet vállalni. És ez az, ami kompenzálja azt, hogy nem pénzért csináljuk. Reméljük, hogy erőtök, energiátok és támogatás is lesz hozzá, hogy ez a klub ez továbbra is tudjon működni, és minél fogadni. Több embernek örömet és szórakozást tudjon nyújtani. Kedves nézőink, tehát van Terézvárosban egy Helvécia klub, ahol a klubvezető Varga Gábor, Vilmos és olyan művészek lépnek föl, mint Horváth Gyöngyi. Következik a Serestől Szenesség című sorozat. Zárszóként, hetenként van klub, vagy havonta? Hetenként van klub, és most a harmadik klubot nyitjuk, mert van a Hegedűs Gyula utcában is, de az nem Terézváros, de terézvárosiak, sőt, mi Cseperről is jönnek. Nagyon hűséges mag van, állandóan jönnek 6-8-10 ember onnan, mint mondtam, hogy másnap még más kontinensről is jöttek, és ha minden igaz, akkor most Józsefvárosban, a gyönyörű, megújult Teleki, Lóf Teleki László téren, indul egy civil pódium, ahol egy sorozatban, nem akarok elébe vágni, mert majd téged is provokálunk, hogy meglátogass minket, nem akárki fognak eljönni, ahol a zene, a sport, a kultúra és a régi hagyományoknak a újra csiszolása, bemutatására fog sor kerülni. Kívánom, hogy így legyen. Sok-sok sikert kívánok nektek. Köszönjük a lehetőséget.